Nagyon örülök, hogy ilyen nagy arányú győzelmet tudtunk aratni. Azt gondolom, hogy kicsit voltak időszakok, amikor döcögös volt számunkra a mérkőzés, de azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű győzelemre már szükségünk volt. Viszont ami most hétvégén következik, az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Hát igen, ez, hogy hazai pályán meg tudott verni minket, ez senkinek nem esett jól, meg nem jó. Mindenképpen szeretnénk nekik visszavágni. És azt gondolom, hogy szeretnénk is, vagyis hát szükségünk is van arra a két pontra, hogy az első két helyen szeretnénk lenni. Azt gondolom, hogy a védekezés lesz a kulcs, és mindenképpen a visszafutás, mert a Metsznek a csapata nagyon nagy iramot tud diktálni, és nagyon fontos, hogy ne kapjunk könnyű gólokat. Már az edzéseken is az erős 1-1 és 2-2 elleni védekezést gyakoroljuk, és mindenképpen az, hogy lábbal le tudjuk őket követni, és segítsünk is egymásnak, hogy ne szerezzenek ebből gólokat. Egy ilyen dolog két oldalú is lehet, de nagyon remélem, hogy ez jól jön ki, hogy tényleg csak a meccsre tudunk fokuszálni, és nincs hétköznap meccsünk, hogy más csapatokra is oda kelljen figyelni, és ezáltal kevesebb idő legyen a meccs ellen. Én azt gondolom, hogy a csapat az nagyon készül erre a mérkőzésre, és nagyon szeretné megnyerni. Szóval én nagyon remélem, hogy jól fog elsülni, hogy egész egy hetet tudunk rájuk készülni. Már a Zágrábinál is nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttek. Én nagyon bízom benne, hogy most szombaton is sok szurkoló érkezik, hiszen szükségünk lesz a támogatásukra, és mindig, amikor szurkolnak nekünk, az egy plusz embert jelent számunkra a pályán.